Tehát a mai előadásunk címe nem más, mint a My Student emlékben, az ősi archaikus varázsdallam, mert a karácsonyi dallamokhoz egy ősi archaikus varázsdallamot hozzátéve egy egészen más hangulatot fog jelenteni számunkra ez az ünnep. Kezdjük tehát ezt a webkonferenciát, épp úgy, mint az összes többit, azzal, hogy azok számára is, akik nem ismerik a germán gyógytudományt, tudjanak néhány alapvető tézist, alapvető törvényt, az öt biológiai természet törvényt, és most tényleg nagyon rövidre összefoglalva mondom el vázlatosan, mert hiszen ennek a öt törvénynek az ismerete az, ami tényleg szabaddá teszi az embereket, mert végül is rájönnek, hogy nincsen gyógyíthatatlan, nincsen rossz indulatú betegség, és gyakorlatilag a gyógyulásunk csak tőlünk függ. A germán gyógytudomány atya, dr. Ike Gerdhammer, aki küzdelmes életével elérte azt, hogy a tudása nem maradt palackban. Ezt már nem lehet, nem történté tenni. Mindazt, amit ő a világnak adott, a germán gyógytudományt és a My Student emlékhen című archaikus varázsdallamot, ezzel a két dologgal gyakorlatilag az emberiségnek egy valami fantasztikus dolgot adott. A germán gyógytudományt ő még La Medicina Sagrada-nak is nevezi, ami azt jelenti, hogy az az orvostudomány, ami valójában szent, és ami valójában segít az embereknek a gyógyulásába, Isten legnagyobb ajándékának nevezi Hammer doktor. Nos, amit el szeretnék mondani ezzel kapcsolatosan, hogy Hammer doktor élete egy külön történetet, talán egy külön webkonferenciát megérdemelne, hogy megértsük, hogy miért volt olyan ember, amilyen, de röviden, tömören annyit tudnunk kell róla, hogy nem csak medicinát végzett, hanem teológiát és fizikát is egyszerre. És szerelme, mondjam így, az első szerelme a medicina volt, a második szerelme pedig Sigrid, az a csodálatos, bájos hölgy, szintén orvostanhallgató volt, akihez a My Student emlékhen című dalocskát írta a 20. házassági évfordulójuk alkalmából. Hammer doktorék tragédiája az volt, hogy amikor már minden úgymond úgy nézett ki, hogy rendben van, a jogdíjakból már az életét a családnak Hammer doktor el tudta rendezni, és eldöntötték 1976-ban, hogy kimennek Olaszországba, mégpedig Nápolyba, ingyen gyógyítani a szegényeket. Akkor gyakorlatilag Hammer doktor a csúcson volt, hiszen azzal foglalkozott, amivel szeretett volna, és mint mondtam, ingyen gyógyította a szegényeket, hiszen a jogdíjakból befolyó összegből ő a családját el tudta már látni. És itt nem térek ki most ezekre a jogdíjakra és egyebekre. A lényeg az, hogy 78-ban történt az a tragédia, ami aztán mindent megváltoztatott. Az olasz trónörökös, a szavolyai herceg, Emmanuel herceg erősen ittas állapotban két pisztolylövéssel Dirk nevű fiát, akkor 19 éves fiát halálosan megsebesítette. Hammer doktor 111 napon keresztül küzdött a fia életéért, és végül is meghalt a karjai között 1978. december 7-én. Két hónapra rá, tehát 79. februárjában Hammer doktornak egy terjedelmes heredaganata keletkezett, és elgondolkodott azon, hogy kell lennie valamilyen kapcsolatnak az ő heredaganata és a fia elvesztése között, hiszen ő addig teljesen egészséges volt.
Nos, ez a gondolat indította el a kutatást, és miután több mint 200 daganatos beteget újra megkérdezett, rájött a rák vastörvényére, amit 1981-ben tett le az asztalra, és ebben megfogalmazza gyakorlatilag azt, hogy a rák a lélek betegsége. A fiára való tekintettel nevezte el DHS-nek azokat a kritériumokat, amelyek a daganatos folyamat elindításához mindenképpen szükségesek. Tehát egy érzelmi konfliktusról beszélünk, amely váratlanul, meglepetésszerűen hirtelen tört ránk, egy nagyon súlyos történetről van szó. A lényeg, hogy magányosan éltük meg, és benne ragadtunk a konfliktusba. Ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el, és ebben a pillanatban, amikor megtörténik ez a váratlan esemény, minden érzékszervünk rögzíti a sineket, vagyis rögzülnek azok a körülmények, amelyek között ez a váratlan érzelmi megrázkódtatás megtörtént. Innentől már nem kell újra ugyanazt még egyszer megéljük, néhány sinnek a jelenléte már elindítja a konfliktust, elindítja a biológiai programot, az EBK értelmes biológiai különprogramot jelent, elindítja mindenféle konfliktus nélkül. Említetted, hogy a fiára való tekintettel, tehát a D betű a DHS-ben az Dirk-et jelent? Dirk, mit jelent a DHS szó? A DHS az Dirk-Hammer szindrómát jelent, és a szindróma itt azoknak a kritériumoknak az együttlétére utal, amelyek nélkül nem indul el egy biológiai program. Tehát ha valaki bármilyen megrázó eseményt megél, és azt azonnal megbeszéli valakivel, tehát nem éli meg magányosan. Ha estére feloldja a konfliktus, nem marad benne a konfliktusban, ugye? Akkor ez az egész EBK, vagyis értelmes biológiai különprogram nem fog elindulni, illetve elindul, de rögtön le is áll. És ez lenne a megoldás is, mert hogyha mi az érzelmi megrázkódtatásainkat, kellemetlen eseményeinket meg tudnánk beszélni a szeretteinkkel, nem magányosan élnénk, szingliként, hanem családban élnénk, ahogyan az teljesen természetes, és a megértés lenne az uralkodó hát légkör abban a családban, és mindenki mindenkire odafigyelne, akkor ezek a dolgok gyakorlatilag nem tudnának megtörténni. Az életünkben mindig lesznek váratlan, meglepetésszerű események. De ettől egy életen át félni, vagyis a jobb félni, mint megijedni, elv alapján élni, az nem élet. Mert vagy élek, vagy félek. A félelem az, ami elindítja gyakorlatilag, a fel nem oldott félelem az, ami elindítja ezt a biológiai túlélő programot, értelmes biológiai különprogramot. Hammer doktor kiemeli, hogy az egyetlen valóság a saját megélésünk. Tehát nem az számít, hogy milyen történetet éltünk meg, nem az számít, hogy mi történt valójában, hanem az számít, hogy az adott történetre mi érzelmileg hogyan reagáltunk. És az érzelmi, illetve a szervi elváltozásból mindig vissza tudunk kérdezni a tudományos táblázat alapján arra, hogy mi is történt, vagyis hogy mit élt meg az illető beteg egy adott pillanatban, de azt a pillanatot az életében ő fogja megtalálni. És amikor azt érzelmileg megoldja, akkor lesz minden valójában megoldva. A második biológiai természettörvényben Hammer doktor leírja, hogy minden biológiai, értelmes biológiai különprogram két szakaszban zajlik, van egy konfliktus aktív szakasza, és van egy megoldási szakasza. Ezt a Hammeri iránytűnek is nevezett grafikont a DHS indítja el. A Dirk-Hammer szindróma, vagyis az első biológiai törvényben megfogalmazott öt kritérium. Váratlan, meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatás, benne ragadtunk, magányosan éltük meg.
mivel nem tudtuk megoldani, addig tart a konfliktus aktív szakasz, és ez alatt a biológiánk gyakorlatilag igyekszik megoldani biológiailag azt, amit mi érzelmileg nem tudtunk megoldani. És ez pont addig tart, míg el nem jutunk a valós megoldáshoz, vagy le nem kerülünk ezekből a körülményekből, nem kezdünk el valami mással foglalkozni. Mondjuk éppenséggel, ha a munkahelyi konfliktusról van szó, mikor hazamegyünk, akkor kikerülünk az adott körülményekből. Ha heteken, hónapokon át tartó konfliktusról van szó, és elutazunk valahova, vagy elmegyünk szabadságra, akkor jönnek a megoldási tünetek. A konfliktus aktív szakaszra a stressz tünetei jellemzőek. Nagyon sok ember panaszkodik álmatlanságról, nem tud elaludni, 2-3 órát alszik, és utána felébred és kattog az agya, ugye? Ez azt jelenti, hogy konfliktus aktív fázisban van, és valószínű, hogy ilyenkor már nem egy, hanem legalább 11 futó programja van, és ezért nem tud elaludni. Aztán az ilyen embereknek emelkedik a pulzus száma, a légzés száma, a vérnyomása, idő után emelkedik a stressz hormonoknak is a szintje, és ez alatt úgy különösebben biológiai tüneteket nem éreznek, de stresszesek, ahogy ugye fogalmaznak, feszült idegállapotban vannak, nem nagyon van étvágyuk, és ha elalusznak is felébrednek. Hideg a kezük, hideg a lábuk, ezért kék színnel jelölte Hammer doktor ezt a szakaszt. A megoldás, amit mondtam, az igazi, ha legalább estére feloldjuk az érzelmi, az aznapi összes érzelmi konfliktusunkat, és akkor gyakorlatilag a megoldási szakasz nagyon rövid idejű lesz, és nem lesznek igen erős és zajos tünetek. A megoldási szakaszban a biológiánk helyreállítja azt, amit a konfliktus aktív szakaszban a túlélés érdekében áthangolt. Az első részében a megoldásban fogjuk az exudatív fázisban azt érezni, amit a gyulladás tüneteinek nevezünk, tehát a vörösség, hogyha ugye felszínen van, piros lesz az adott terület, duzzat is lesz, meleg is lesz, fájdalmas is lesz, és nem is fog rendesen működni, amit már a középkorban leírtak, hogy rubor, tumor, kálor, dolor funkció lézett. Ez tehát az exudatív fázisnak a tünete, és ez azt jelenti, azért duzzad, mert folyadék áramlik be abba a szövetrészbe, ahol éppen a gyógyulásunk történik, és ugye ilyenkor futunk orvoshoz, és ugyanakkor víz gyülemlik nem csak ide, hanem az agyi központba is, ez pedig az egyre fokozódó fejfájást magyarázza. Mindig három szinten zajlik minden, lélek, agy, szer szintjén, ezt ne feledjük. Ezt a gyulladásos tünetet és a víznek a begyülemlését az epileptoid krízis szakítja meg. Az epileptoid krízis alatt megszűnik a fejfájásunk, hiszen kipréselődik a víz mind az agyi központokból, mind pedig a gyulladt területekből. Ismét, amint látjuk, hideg fázisnak nevezett részbe, szimpatikotóniába kerülünk, és ez egyben az egész biológiai túlélő programnak a legveszélyesebb része, főleg, ha igen hosszú volt a konfliktus aktív fázis. Betegségenként, amiben ezt a szót Hammer doktor nem is használja, hogy betegség, csak értelmes biológiai különprogramokról szól, de hát ez a köztudatban ugye ez van, hogy betegség. A gyakorlatilag programonként változik az, hogy mi fog történni az epileptoid krízisben. Nyilván, ha a DHS egy mozgással kapcsolatos konfliktus volt, akkor itt valós epileptoid, epilepsziás görcsrohamot fogunk tapasztalni, vagy izmoknak a rángatózását. A víz kinyomódik tehát az agyi és a szervi szintről, és jön a második része a vagotóniának, a gyógyulási szakasznak. Ilyenkor az extrém fáradtság, nem tudja kifejezni ez a két szó, azt a leírhatatlan, kifacsart mosogatórony érzést, amit itt a betegek éreznek, és azért kell tudjuk az öt biológiai természettörvényt, mert ez az a szakasz, ahol az emberek feladják. Pedig innentől a megoldásig már igen kevés van hátra, csupán enni kellene és pihennie kellene a betegeknek, és túljutnának ezeken a zajos tüneteken. Na de
Miért nem gyógyulunk mi meg? Miért leszünk krónikus betegek? Hát azért, mert vagy meg se oldjuk a konfliktust, amint ezen a grafikonon látjuk, vagy ugyan úgy néz ki, hogy megoldottuk, de újra meg újra visszatérnek a tüneteink, mert nem volt valós a megoldás, csupán a sínekről másztunk le, és ahányszor sínre kerülünk, újra lefuttatjuk az egész programot. Aztán a harmadik lehetőség az, amikor a gyógyulás akad el, tehát nem fut ki a program a végéig, hanem elakad a gyulladásos tüneteknél. Ez természetesen azt jelenti, hogy folyamatos gyulladásos tüneteink lesznek, és ezek lesznek a krónikus ízületi gyulladások, vagy egyéb elakadt programok. Természetesen a kettő együtt is jelen lehet a függő gyógyulásos szakaszokat, policiklikus lefolyások is tarkíthatják. Tehát miért történt mindez? Mert magát a DHS-t nem oldottuk fel. Ha a DHS-t feloldjuk, akkor viszont az egész program lezáródik, a sínek eltűnnek, és innentől nem kell félnünk attól, hogy újra meg újra megtörténik a program. A harmadik biológiai természettörvénynél Hammer doktor leásott az alapokig. Megmutatta, hogy valójában minden biológiai válaszunk az a három csíralemeztől származik, és attól függ, hogy adott szervünk, adott szövetünk mely csíralemezből származó sejteket tartalmazza. A sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Mit tudunk tenni tehát a túlélés érdekében? Vagy sejteket szaporítunk a konfliktus aktív fázisban, és ezt lebontjuk a megoldási fázisban, vagy sejteket fogunk sorvasztani, és azt visszaépítjük a megoldáskor, vagy működést blokkolunk le, és azt vissza fogjuk állítani a megoldási szakaszban. A három csíralemezről szóló képet itt látjuk a bal oldalon, és a három szín ismétlődik a tudományos táblázatban is. Itt csak röviden annyit, hogy a belső csíralemez sárga színnel jelölve, azokat a sejtjeinket, azoknak a sejtjeinknek a magját képezi, amelyekből a falat konfliktust fogjuk megoldani, és ezt az agytörzs vezérli. Ugye senki nem fogja megtalálni magában a csíralemezeket, mert minden sejtünk, minden szövetünk ebből a három csíralemezből alakult ki. A falat konfliktus, tehát az agytörzs irányítja, ide tartoznak azok a konfliktusok, amelyek a táplálékfalattal kapcsolatosak, átvitt értelemben is, amelyek a levegő falattal kapcsolatosak, ennek egyetlen oka a halálfélelem, és amely a vízzel kapcsolatos, embernél a vízzel való konfliktus létezik, de az nem falat konfliktus, az a következő csíralemezhez tartozó konfliktus, viszont itt a magányosság, a létezés konfliktusa lesz az, ami lezárja a víznek a kijutását, hogy megmaradjon a falat, a víz a szervezetünkben. Az agytörzs még a fényfalat és a hangfalat szabályozásában is részt vesz. A narancssárga színnel jelzett középső csíralemezből származnak azok a sejtjeink, amelyek hát a belünk és a külső bőrünk között találhatóak, tehát középen. Ezek nem érintkeznek sem a külvilággal, sem pedig a bél belső részével. A kisagy irányítja azokat a sejtjeinket, amelyek a támadás, bemocskoltság konfliktusára felszaporodnak, lebontáskor, ugye gyulladás következtében, megoldásban eltűnnek. De ide tartozik az emlőmirigy állománya is, hiszen az emlőmirigy az az írhának az átalakult berejtékmirigye. Ugye az írhában berejtékmirigyek és fagyúmirigyek is találhatóak. Ugyancsak a támadási konfliktusra fognak megvastagodni a burkaink, a hashártya, mellhártya, szívburok, és mindezt tehát a kisagy irányítja. Először építünk, aztán bontunk.
A fölötte levő idegközpont, nagyagyfehér állománynak nevezzük, azokat a szerveinket, szöveteinket irányítja, amelyek a mozgással kapcsolatosak. Ide tartoznak, amit látjuk itt a narancsszínű babán, a csontok. Ugye a csontok a tizületek innak kötik össze, ez a második. A csontokat az izmok mozgatják, ez a harmadik. Az izmokat az erek látják el, osztóér, gyűjtőér, nyirokér. Ez a negyedik szövettípus, és a zsírszövetben kapjuk meg a tartalék energiát a mozgáshoz, ez az ötödik szövettípus, amit tehát a fehér állományban levő relék, magvak irányítanak. A konfliktus témája mindig az önleértékelés, ami egyenlő önpusztítás, tehát azt jelenti, hogy itt konfliktus aktív fázisban mindig bontjuk a szöveteket, megoldási szakaszban visszaépítjük, természetes gyulladás, fájdalom kíséretében. A külső csiralemezből származó sejtjeink, azok az agykéreg irányítása alatt állnak. Itt láthatjuk a legfelszínesebben elhelyezkedő sejtjeinket, mégpedig a bőrünknek a felszínét, ugye, ami elválaszt minket a külvilágtól, ez a kültakaró, és ez a több rétegű elszarosodott labhám az elválasztási konfliktus miatt fog sorvadni a konfliktus aktív fázisban, és visszaépülni fájdalommal, gyulladással, gulyagosodással a megoldási szakaszban. Az agykéreg nem csak az elválasztás, hanem a birtok konfliktusokat is szabályozza, illetve a mozgás innen a mozgatóközpontból indul ki, és az érzékszervek az információkat szintén az agykéreg megfelelő helyére továbbítják. A negyedik biológiai természettörvény arról szól, hogy a bennünk élő, velünk együtt lakó mikrosebészek, azaz mikrobák, azok a csíralemezeknek megfelelően fognak működni. Vagyis a gombák mindig az endodermához tartozó szöveteket fogják lebontani, ne feledjük, a fákat az erdőben szintén a gombák bontják le. A mezodermához még mindig besegítenek a gombák és a gombabaktériumok, TBC baktériumok, ők azok, akik az írha sejtjeinek a felesleges sejtjeit lebontják, ugyanígy lebontják a túlzásba vitt tejtermelő mirigyhámnak a szaporulatából származó szövetet, vagyis az emlődaganat gyógyulásában is egy gombás, TBC-s, baktériumos, hát kellemetlen illatú lebomlásnak leszünk a tanúi, ha a daganat szédurran. És az mezoderma, új mezoderma, illetve az ektoderma sejtjeinél a vírusok lesznek azok, amelyek segítenek a visszaépítésben. Lásd, hepatitis C vírus, vagy humán papilloma vírus, csak néhányat említsek. Ezek nem a betegségnek az okozói, hanem ők azok, akik az adott betegséget éppen a gyógyulási szakaszból szeretnék átsegíteni a teljes gyógyulásba, csak hogy elakadt maga a gyógyulás, függő gyógyulásban maradt a történet. Az ötödik biológiai természettörvény teszi fel a koronát Hammer doktor munkásságára, ez a quintesszenciája a munkásságának. Kiderül belőle, hogy az úgynevezett betegségek, ugye idézőjelbe teszi Hammer doktor, ezek mind-mind értelmes biológiai különprogramok, mindennek az értelme a faj fenntartása és az életben maradás, vagyis a túlélés. A faj fenntartás is a túlélést biztosítja, de a faj fenntartás erősebb ösztön, mint a túlélési programjai. A lényeg az egésznek a lényege abban rejlik, hogy megértsük, hogy a germán gyógytudomány egy teljesen más gondolkodás ahhoz képest, amit eddig megszoktunk. Itt a betegségek nem függnek a nemtől, a kortól, az etnikai hovatartozástól,
fizikai aktivitástól, dohányzástól, iskolázottságtól. Ezek olyan kategóriák, amelyeket statisztikailag használ fel az akadémikus orvostudomány, aki nem tudja, hogy mi a betegségek valós oka. Ezek a úgynevezett betegségek viszont függnek attól, hogy hány fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásunk van, ezekben a mennyi ideig maradunk, tehát milyen hosszú a konfliktus aktív szakasza, és hogy a sinek hányszor fognak minket visszarángatni egy-egy programba, amivel az nincsen feloldva. A sineknek, illetve a konfliktusoknak a halmozódása pedig elvezet oda, hogy megváltozik a személyiségünk, sőt a viselkedésünk, és hangulati változásokat fogunk észlelni. A fel nem oldott lelki-érzelmi konfliktusok feltárásával és megoldásával valójában az okokat fogjuk megoldani, és nem a következményeket kezeljük egy életen át mindenféle módszerrel. Teljesen független, hogy mostan akadémikus orvosi vagy természetgyógyászati módszerekről beszélünk, a kettőben az a közös, hogy egyik sem tudja, hogy mi a betegség valós oka, ezért csak tüneteket kezel más-másképpen. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható, és ez egy nagyon fontos dolog, nincs benne olyan, hogy egyeseknél ez lesz, meg másoknál meg az lesz, nem a statisztikán és az állatkísérleteken nyugszik, hanem az embriológián, amit viszont minden orvostan hallgató tanult, sőt állatorvosok is tanulnak, és az öt biológiai természettörvény már 1981 óta még senki, de senki nem tudta megcáfolni, pedig igyekeztek, és Hammer doktor hiába kérte az ő törvényének a felülvizsgálatát, egyszerűen nem voltak hajlandók rá, mert kiderült volna, hogy neki igaza van, és akkor ezek szerint kellene működjön a medicina. Azért 1981 óta eltelt néhány év, és Hammer doktor egész élete azzal a küzdelemmel telt el, ami a sajtó és hát az egyéb, mondjam azt, hogy szervek ellene intéztek. Kés csoda, hogy az idei év nyaráig ezt a rengeteg támadást bírta, és ellenállt mindennek, amit ellene elkövettek. A lényeg még mindig ott van, hogy érzelmileg kell megoldani a DHS-t, vagy szenvedek tovább okosan. Ez mindenkinek a saját döntése. Más studenten Méghent, tehát Hammer doktor a feleségének írta a 20. házassági évfordulójára. Egészen pontosan azt írta, hogy 1976-ban 20-szorra ünnepeltük, tehát 1956-os dátumról van szó, Tübingenben, Rothbard városrészben található panelházban eltöltött első szerelmes éjszakánk jubileumát. Ebből az alkalomból komponáltam egy szerelmes dalt, melyhez szöveget is írtam az én Sigridemnek. A dal az utolsó 20 évünket tartalmazza. Sigrid köszönettel vette át, Dír pedig elkészített egy falapocskát, melynek előső oldalán a My Studentem Méken állt, a hátoldalán pedig a kutta a My Studentem Méken szöveggel volt. A My Studentem Méken az archaikus dallamoknak a prototípusa. De Karesz, egy pillanatra hadd állítsalak meg. Mi az, hogy mit jelent a prototípus vagy archetípus ebben az esetben? Hammer doktor szavait idézem, és ő azt következőket mondja. Ha nem is vagyok nagy zenész, büszke vagyok arra, hogy ezt a szerelmes dalt ösztönösen kétfázisúnak éreztem és alkottam meg 5 évvel korábban, még mielőtt a germán gyógytudományt, a hozzátartozó értelmes biológiai különprogramokkal együtt felfedeztem. Természetesen büszke vagyok arra, hogy a My Studentem Méken az archaikus dallamok prototípusa lett, de tisztában vagyok azzal is, hogy ez a dal maga a természetesség, mert az archaikus dallamok kozmikus törvények, mint ahogy az egész kozmos is hangos, archaikus dallamokban rezeg. Ismét meg kell tanulnunk azt,
hogy természetesek legyünk, ne csak természetesen gondolkozunk és érezzünk, hanem egészen természetesen énekeljünk is, például archaikus dalamokat. A más tudenterméken egész szövege és minden egyes versszak kétfázisú, és nem csak a megoldás, ideiglenes és végleges megoldás érdekes, hanem a visszaesések, valamint a sinek is. Azoknak a lelkes zenészeknek, akik egyben germán gyógytudomány ismerői is, mindez egy izgalmas dolgot, mégpedig a zene egy teljesen új tudományos ágazatát jelenti. Az intelligens és ugyanakkor humánus érző tudósok számára ez egy kihívás. Sokan próbálták a zeneterápiát, például dr. Stákovics, de nem sok minden derült ki belőle, a kulcsok ugyanis nem passzoltak. A más tudentennel egy univerzális kulcs került a kezünkbe, amivel az agyat a művi diszonanciától megszabadítjuk, és azt a természetes biológiai ritmusra állíthatjuk. Illik minden értelmes biológiai különprogramhoz, de összesen lehet azzal hasonlítani, ha például a betegnek egy altatódalt játszunk le, mivel ez a klasszikus kétfázisú zene és a germán gyógytudomány prototípusa. Amikor 2006-ban a Parmai Giovanna Conti professzor, aki egészségügyi okok miatt igen intenzíven foglalkozott a germán gyógytudománnyal, kitalálta, hogy a régi zenei mesterek, a klasszikus zeneszerzők kétfázisban komponáltak, hamarosan az is kiderült, hogy csaknem minden zeneműben van egy epikrízis, amit ugye epileptoid krízisnek nevezünk a germán gyógytudományban, azaz ezek komplett értelmes biológiai különprogramok, ezek a zenedarabok. Véletlen segítségével rájöttünk arra, hogy a Meister Dentenmaken az összes régi klasszikus zene proto, vagy másképpen fogalmazva archetípusa, és ugyanakkor a germán gyógytudomány értelmes biológiai különprogramjainak a proto vagy archetípusa. Majd valamivel később ugyancsak merő véletlenből rájöttünk arra, hogy a Meister Dentenben nyilvánvalóan gyógyító terápiás képességek lakoznak. A Meister Dentenmakennel első ízben lett meg egy komplett értelmes biológiai különprogramunk, zenedallam és szöveg, konfliktustartalom és az archaikus ősi dallam. A Meister Dentenmaken esetében mind a szöveg, mind pedig a dallam tőlem van. Az öt versszakból álló teljes szöveg egy külön kétfázisúsággal rendelkezik, ugyanakkor minden egyes versszak tartalmazza az archaikus dallam kétfázisúságát. Ez a dallam egyszerű és koncentrált, és ez adja meg az archaikus típusát. Mivel a dolgok csak akkor reprodukálhatóak, vagyis valódiak, a szövegíró és a dalszerző ugyanaz a személy, és ez a feltétel a Meister Dentenmaken esetében klasszikus módon teljes mértékben megvalósul. Így a Meister Dentenmaken minden archaikus dallam prototípusa lett, ha jól értem. Egy mondattal megfogalmazva, egy prototípus, vagy az archaikus dallamok esetében archetípus, az archaikus dallamok, vagy az értelmes biológiai különprogramok legkisebb, legegyszerűbb és legkoncentráltabb egysége. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy prototípus. Mert a legkisebb, legegyszerűbb és legkoncentráltabb egysége. Eddig nem tudtuk, mondja a Hammer doktor, hogy ezzel a generál kulccsal, amit a Meister Dentenmaken jelent, egy megoldhatatlan birtok konstellációt finoman le lehet transformálni, és ezzel kellemesebben élhetőbbé lehet tenni. Természetesen napközben az ember a Meister Dentenmaken nélkül a két konfliktusin egyikére vagy éppen mindkettőre rákerülhet, és ezután a mérleg szabályai szerint ideig, óráig ismét mániákus vagy depresszív lehet, de éjszaka a Meister Dentenmaken egalizálhatja, azaz letranszformálhatja ismét a pszichózist. Erről a részről külön fogok még részletesebben beszélni. A Meister Dentenmaken varázsdal előzi a pánikot, a rákot és a pszichózist. Igen, hiszen ott a borítón is látható a cím alatt, hogy Stop Panic, Krebs und Psychosen. Tehát pont erről szól, hogy soha nem tesz semmit a természet ellen, és
gyakorlatilag mindig, mindenkor biológiailag viszonyul a természethez. Mint az egész germán gyógytudományt, ezt is három szinten figyelhetjük meg, lelki, szellemi és szervi szinten. Számunkra mindez lehetőséget nyújt arra, hogy az említett három szinten kívül a laboratóriumi értékek alakulását és kivételes esetben a terápia lefolyásának kritériumaként bevonjuk a szövettant is. Például epikrízis előtt rosszindulatúnak írják le a szövettant, az epileptoid krízis után pedig jóindulatúnak írják le a szövettant. Mi volt az első eset, ahol ez kiderült? Hogyan derült fény a más tudentelméken hatására, hatékonyságára? Az első eset szereplője egy 7 éves kislány, akinek hónapok óta krónikus bronhitisze volt. Az apa megvette az Archaikus Dallamok című könyvet, amelyben benne volt a My Student and Mayhem DVD. Ezzel a dallal az apa nézegette, hallgatta, majd a kislány oda ment hozzá, és az apjával együtt ő is megnézte és meghallgatta a DVD-t. És a kislány így esedezett: papa, kölcsönadod a DVD-t nekem? Az édesapja: hát persze, ha annyira szeretnéd hallgatni, mondta az apa, odaadta a DVD-t a gyereknek. De még mennyire szívesen hallgatta, nap hosszat, non-stop hallgatta a dallamot, végtelenített változatban, és mindig ugyanazt a dalt az 5 strófával. És az apa élvezettel nézte, hogy mennyire érdeklődik ez a gyermek a dallam után, de arra gondolt, hogy valamilyen biológiai értelme csak kell, hogy legyen, különben a lányom nem akarná egyfolytában ezt hallgatni. Ennél ártatlanabb dolog, mint ez a kis dalocska, nem létezik a világon. És láss csodát, míg a kislánynak korábban hónapokon keresztül konfliktus recidívái voltak, a kapcsolódó megoldási fázissal együtt, azaz újra meg újra biológiai konfliktusáról álmodott. A szülők már attól féltek, ugye, hogy sosem lesz vége ennek az állandó köhögésnek és köpetűrítésnek. Most egy szűk héten belül a krónikus bronhitis gond nélkül megszűnt, egy szűk héten belül. Ez egy teljesen ritka esemény volt, az egész család csodálkozott, és Hammer doktor tudomást szerzett az esetről. Hammer doktornak ez egy aha élményt jelentett, mert ekkor értette meg a varázsdal dimenzióit és képességeit, és kezdte el kutatni, mert valójában ugye az ősi német isten, Vodán Isten varázsdallamát is alkalmazta Hammer doktor. Azt is tudjuk erről a dalról, erről az archaikus dalról, hogy ez egy varázsdal, és 4 mágikus képességgel rendelkezik. Igen, a Hammer doktor a 4 mágikus képességet leírta, és aztán kiderült, hogy ennél többről is van szó, de kezdjük egyszer azzal, amit, hát hogy is mondjam, megszámozott. Ugye az első mágikus képessége az, hogy mindenfajta pánik átkát megtöri, azaz a beteget megnyugtatja. Ez egy nagyon lényeges dolog, a konfliktus aktivitást nem szünteti meg, de megnyugtatja a beteget. Gyakorlatilag ezt egy ilyen szelid echónak is szokta nevezni Hammer doktor. A második mágikus képessége az, hogy a dal megakadályozza, hogy meghallgatása alatt a konfliktus recidívák eltalálják a lelkünket. Ez szó szerint így írja Hammer doktor a könyvében. Na most itt ugye a My Student and Mayhem hatása arról szól, hogy a megoldási fázis biológiai, a megoldási fázist biológiailag optimalizálja. Senki nem fog feleslegesen szenvedni, mert a meghallgatás alatt a konfliktus recidívák nem találják el a lelkünket. Miről van szó? Álmunkban jönnek a konfliktus recidívák 80%-ba, és ez lesz az, ami tudatlanul újra meg újra beindítja és fenntartja az egész programot. Ezért gyógyult meg a kislány is ilyen rövid idő alatt, egy hét alatt, mert az elakadt programot az állandó hallgatással kivezette a függő gyógyulásból. Az egyetlen kivétel az optikai sín. Mit értünk optikai sín alatt? Hát optikai sín alatt azt értjük, amit ugye hát a szemünkkel látunk.
Itt megint a valóságálom és illúzió, az az agyunknak ugyanaz, tehát nem elég az, hogy valóban ne lássam azt az embert, akihez a konfliktusom kötődik, de akkor se a fényképét ne nézem, se egy videófelvételt róla, vagy éppen ne az legyen a háttérképem a számítógépen vagy a mobiltelefonon. Ugye ez arról szól, hogy a más studenten méghen helyettünk a konfliktust nem oldja föl. Az összes többi dolgot, ami nem optikai sín, azzal tud foglalkozni, de ne feledjük, hogy a szemünkkel gyűjtjük be a legtöbb információt. És ez lesz az, ami a meg nem oldott programot, mondjam úgy, hogy újra sínre fogja tenni. Ami nagyon lényeges a harmadik mágikus képességben, hogy az aktív rákot megállítja, anélkül, hogy megoldaná, ezt Hammer doktor Missing Linknek nevezte, ezt úgy nem tudom különösen magyarra fordítani, de ha ő ezt így nevezte, akkor nevezzük mi is így, Missing Link. Tehát anélkül, hogy megoldaná, nem megoldja, hanem megállítja a daganatot, és ezt részletezni fogom, hogy melyik csiralemeznél hogyan, mit fog csinálni a daganattal a más studenten méghen. És a negyedik lényeges mágikus képesség pedig az, hogy a kéreghez tartozó konfliktusokat a piros mező, agykéreg által vezérelt konfliktusokat letranszformálja a konfliktus aktív szakaszban. Ide tartoznak tehát a premotoros, motoros, szenzoros, posztszenzoros, látó, halló kéreg, birtokkonfliktusok, stb. Tehát mindent, amit az agykéreg vezérel. És ez azt is jelenti, hogy a konstellációkat is, a birtokpszichózisokat is a dal meghallgatásával le tudja transformálni. És ez lesz a kis megoldás, aminek aztán a következménye, hogy az epileptoid krízis már gyakorlatilag, mondjam, hogy nagyon enyhe tünetekkel fog lezajlani, és ezt fogjuk majd nagy megoldásnak nevezni. De az optikai sín az, még egyszer kiemelem, ami leblokkolja és nem engedi működni a más terméken. Olyan fantasztikus képességekről árulkodtál, vagy számoltál be, hogy felmerült bennem az a kérdés, hogy hogyan lehetne használni a My Student and Make-ent terápiás célra például. Mit tudnál erről mondani, Karesz? Hát a My Student and Make-en hatással van emberre, állatra egyaránt. Ez megint csak kizárja a placebo hatást, ha az állatokra is ugyanúgy hat. És ez egy nagyon lényeges dolog, hogy gyakorlatilag az első nagyon fontos, hogy egy nyugtató hatása van. Ne feledjük el, hogy az anyamében lévő magzatra is nyugtató hatással van, és ezért mondja a Hammer doktor, hogy a bölcs terhes asszonyok akkor a terhességük egész ideje alatt, beleértve a szülés idejét is, hallgatják a My Student and Make-en. Épp a héten olvastam egy nagyon tragikus történetet, amikor egy három gyereket szült anya, egy ikrek, hármas ikreket Debrecenben a szülés után egy nagyon súlyos szövődmény lépett föl, és az anya hát frekvenciát váltott. Ha a szülés alatt, meg hát az egész terhesség alatt hallgatta volna ez a hölgy a más studenten méghent, most is élne. Ez egy ekkora ajándék az emberiség számára, amit a Hammer doktor számunkra alkotott. De az állatvilágban is megfigyelték, és a könyv tele van esettanulmányokkal, többek közt csirkékről is van szó, ugye? Igen, itt olvasom, hogy a csirkék 8 óra helyett már 5-kor fél, vagy 6 órakor bementek a csirkeolba, ahol a más studenten még ilyen szólt, mert örültek a dalnak.
Erről számolt be egy csirkéket tartó nő, ez a 35. eset a könyvben. Korábban 8 óra előtt nem lehetett a csirkéket az oldba beterelni. Nem mosolyogjunk, kedves hallgatók, ezen a bejegyzésen, hiszen a csirkéknek igazán nem lehetett azt mondani, hogy most placebo hatása alatt vannak, és csak azért mentek be, mert összeszövetkeztek bárkivel. Az állatok mutatják meg a leginkább azt, hogy mi az, ami hatékony, és mi az, ami nem. Ha egy csirke fel tudja fogni, tudja érezni azt, hogy valami csodálatos dolog működik bent, akkor mi emberek is nyugodtan merjük ezt használni, és merjünk hallgatni a biológiánkra. Tehát az állatokról szóló beszámolók pontosan azt hivatottak megmutatni, hogy ez valójában minden biológiai lényre hat. Így van, és nézzük akkor, hogy miről is szól ez a történet. Itt láthatjuk a Hammeri iránytű rajzát, és fölötte a másodette Mayhem kottáját és dallamának az ívét. És akkor, hát hogy mégis, aki még nem hallotta, az tudja, hogy miről van szó. Figyelje meg, hogy a dallamnak az íve hogyan követi a Hammeri iránytűnek az ívét. Figyeljük meg. Ha jól tudom, akkor ezen a felvételen maga Hammer doktor énekel. Igen. Ezt a zenét igen halkan kell hallgatni, olyan halkan, hogy ne zavarjon senkit, még abban sem, hogy elaludjon. Egy nagyon lényeges dolog, hogy 24 órán keresztül folyamatosan menjen. És nagyon lényeges, hogy a nappali időszakban, ha másképp nem, akkor egy fülhallgatón keresztül, ami a nyakunkban lóg, egy végtelenített lejátszóról ez működjön. A mai technikával ez megoldható, hogy a mobiltelefonok is képesek zenei darabok lejátszására, és ez olyan halkan szól, hogy csak mi halljuk, aki velünk szemben ül, az éppenséggel már nem is hall belőle semmit. De nagyon-nagyon döbbenetes hatásokról van szó, és akkor szeretném ezeket most részletezni, hogy lássuk, hogy mire képes a Mayhem Studenten a mit tud tenni az érdekünkben. Ugye, amint az előbb is említettem, a kis oldás azt jelenti, hogy ha konfliktus aktív szakaszban hallgatjuk a dallamot, akkor amint látjuk ezen a grafikonon, a konfliktus tömeget letranszformálja, és ezután a teljes program megoldása, ami a nagy megoldás, már nem fog zajos tünetekkel megtörténni. Ez egy nagyon lényeges történet, és ez, amint említettem, a piros mező, vagyis a kéreg, agykéreg által vezérelt programokra érvényes. A Mayhem Studenten a kortikális konfliktusokat transformálja tehát le, az endodermális és a mezodermális konstellációkat, illetve konfliktusokat nem letranszformálja, hanem leállítja. Tehát ott nem megy tovább a program.
Ott mondjam azt, hogy nyom egy satúféket, és időt kap a páciens arra, például, hogy ha egy mezodermális programról van szó, mondjuk egy emlődaganatról, időt kap ahhoz, hogy feloldja a konfliktusát, és ha feloldotta a konfliktusát, akkor jön a gyógyulás. De nem lesz már nagyobb ott sem a konfliktus tömeg, mert ahogy lenyomtuk a féket, ott gyakorlatilag a további sejtszaporodás nem folytatódik. Ugyanígy nem lesznek nagyobbak az endodermális daganatok, sem a tüdőrák, sem a vastagbélrák, sem a prostatadaganat nem fog tovább növekedni. Tehát időt kapunk a konfliktus tisztázásához és megoldásához. De mezodermális programok, az önleértékelési programok is, itt viszont leállítja a további sejtszintű sorvadást, ami ugye, mint olyan, tudjuk, hogy nem jár különösebb tünettel, főleg az elején. A My Student and Make-nek az igazi területe az a megoldási szakasz, hiszen áttolja az exudatív fázisból a hegesedési fázisba a programot, hogyha a megoldási szakaszban vagyunk, tehát betegnek érezzük magunkat, tüneteink vannak, elkezdjük hallgatni a My Student and Make-t, és látjuk ezen a rajzon, hogy gyakorlatilag átolja a programot az epileptoid krízise. Itt is ne felejtjük, hogy az optikai sín az mindig problémát jelent, és ez a program áttolás a megoldási fázisban, ez jellemző mind a három csiralemezből származó programra. Szóltam a bevezetőben a policiklikus lefolyásról. Na most ugye látható, hogy a felső görbén, ugye az említett policiklikus lefolyás, ha betesszük a My Student and Make-t, és hallgatja az illető, akkor kitolja, lezárja a programot, és ez addig tart, nem jön recidíva, ameddig hallgatjuk a My Student and Make-t. Kivétel, optikai sín. Ha elakadt gyógyulásról van szó, vagyis függő gyógyulásról, amint ezt a felső grafikonon látjuk, a My Student and Make-t bevezetésével kivezeti a programot az elakadt gyógyulásból, és lehet, hogy valakinek már évek óta tartó ízületi fájdalma van, és hallgatva a dallamot folyamatosan, ez az egész folyamat lezárul néhány hét alatt, és elmúlik a fájdalma. Tehát nem oldja meg helyettünk a programot, még egyszer ki akarom hangsúlyozni, mert annak nem is lenne értelme. Nem helyettünk oldja meg a programot, de kivezeti az értelmes biológiai programot az elakadt gyógyulásokból. A konfliktust nekünk kell megtalálni, és nekünk kell azt megoldani. A könyvből idézett eset egy igen ritka bőrbetegségnek a története, amint láthatjuk a két kép közötti különbséget, ugye 3 hónap telt el, és ugye szemmel látható a különbség. A szkleroderma, amit a baloldali képen látunk, azt jelenti, hogy támadási és elválasztási konfliktust ért meg az illető. A támadási konfliktus megvastagítja, szklerotizálja ugye az irhát, és az elválasztási konfliktus függő gyógyulásban, vagy policiklikus lefolyásban, hát ilyen hámló bőrfelületet hoz létre. És láthatjuk, hogy a dallam 3 hónap után milyen döbbenetes változást hozott az illetőnek a bőrén. Itt is a további képeket láthatjuk, a baloldali kép a júliusi és a jobboldali a szeptemberi kép. Itt egy igen megrázó történetről van szó,
Ezt a hölgyet kislánykorában már molesztálta az apja, és ebben az anyja is segédkezett. Aztán miután otthonról elköltözött, a tünetei még mindig megvoltak, hiszen konfliktus megoldás nem volt, és minden hazalátogatás ugye újra meg újra sínre tette. Ahogy elkezdte hallgatni ezt a dallamot, láthatjuk a különbséget. Na most Gerd Hámer szavait idézem, amit a 2016-os bajai táborban, mikor kapcsolatot teremtettünk vele, elmondta, hogy időközben 10 mágikus tulajdonsága lett a Maestro Dante Mayhemnek, ellenjavallata nincs, és a legújabb könyv csak erről szól. Na, az entoderma-mezoderma konfliktusokat, amint mondtam, megállítja, a nagyagynál letranszformálja, kis megoldás, nagy megoldás, erről beszéltem eddig, és akkor, amit még itt pluszban elmond, hogy jön az 5 napos dupla krízis, abban az esetben, hogyha konstellált állapotról van szó. Ezek az emberek a viselkedés megváltozásáról ismerhetők fel, de hát konstellációkról itt most részletesebben nem tudok beszélni, az egy külön történet. A lényeg az, hogyha a beteg hallgatja a dallamot, egy héten belül beáll az 5 napos dupla krízis, ez alatt az idő alatt mellette kell lenni, mert miután ezt átvészelte a beteg, utána teljesen megoldódik minden, és egy új ember fog kijönni abból a szobából. Ez nem egy emberes feladat, valakire 5 napon keresztül éjjel-nappal vigyázni, és főleg arra vigyázni, hogy ne tegyen kárt önmagában vagy a környezetében. Ilyenkor nem akarják hallgatni már a dallamot a betegek, de az 5 nap leteltével újra szívesen hallgatják a My Student and Mayhem-t. Ugye a My Student and Mayhem a két konfliktusból mind a kettőre hat. Ez a lényeg, és ezért mindkét konfliktusnak a konfliktus aktív szakaszát le tudja transformálni. Nyilvánvaló, hogy a mérleg szabályai itt is működnek, ideig, óráig mániákus vagy depresszív lesz a beteg, de az éjszakai recidivákat megakadályozza az éjszakai dallam hallgatás. Nagyon lényeges dolog, hogy ezek a pszichózisos betegek ezzel a módszerrel gyönyörűen rendben tarthatók. A birtok pszichózisra a következő szabályok érvényesek. Az első szabályban Hámer doktor még egyszer kihangsúlyozza, hogy nem képes a My Student and Mayhem a két aktív konfliktust megoldani. Viszont képes azt letranszformálni, és nem is lenne célja sem a konstellációnak a megoldása, sem pedig a konfliktus megoldása, hiszen a konstelláció egy túlélő helyzete a biológiánknak. Ezt jelenti a speciális biológiai értelem? Tehát, igen. Hogy a konstellált állapotnak is konkrét értelme és, igen. és oka van? Hát gondoljunk csak a megalomán konstellációra. Annak pont az az értelme, hogyha mindkét oldalról önleértékelést élt meg az illető, azáltal lesz a túlélése biztosítva, hogy azt állítja magáról, hogy ő a legjobb, ő a legtökéletesebb, és ő mindenhez ért. Tehát ezt nem csak állítja, hanem el is hiszi, és ezt a saját tettét kezeli? Így változott meg az ilyen ember, tehát ezek a megalomán a magukról többet állító, mint amennyi. Betegek azoknak ez képezi a túlélését. A második szabály arról szól, hogy a lényeg, hogy a konfliktus recidiváknak a becsapódását megakadályozza, és mivel mind a két oldalon többé-kevésbé azonos mértékben történik meg ez a megakadályozás, mindkét konfliktusra vonatkozik a kis megoldás, és ezután természetesen már mondjam úgy, hogy szinte tünetek nélkül meggyógyul. Aranyos, mert doktor leírja itt, hogy a vázó a boxerük esetében is ez volt, egy
igen mániás kutya volt, és egy heti hallgatás után ez a kutya teljesen kiegyensúlyozott lett, teljesen jóindulatú kutya lett, és hát azt mondta, hogy bizonyára a konstellációja most is megvan, de egy elviselhető szinten. Ne feledjük, hogy mindannyian egy elviselhető szinten konstelláltak vagyunk, mert a mai roncstársadalmunkban olyan életkörülmények között vagyunk, amelyeknek kifejezetten ez a hatása, hogy zaklatott idegállapot, fel nem oldott konfliktusok és konstellált állapotoknak a kialakulása. Csak hogy ezeket valamilyen szinten egyensúlyba tartjuk. Vannak, akiknek ez nehezebben sikerülne, őket szokták pszichiáterhez vinni. A harmadik szabály a birtokpszichózisokra vonatkozólag arról szól, hogy a pszichózisok ugye a mérleg szabályai szerint működnek, ha a jobb oldal zárt, akkor itt láthatjuk a bal oldalt nyitott, tehát ő lesz a depresszív, ha a konfliktus a baloldali birtokzónába csapódott, akkor a jobb oldali lesz nyitott, tehát az illetőnek mániás lesz a viselkedése. Na most a lényeg a letranszformáláson van, és mivel mind a kettőre hat, ezért megszűnik az a feltűnő hát viselkedés zavar, amivel az illető addig rendelkezett, marad még egy pici mánia, egy kicsi depresszió, de hát könyörgök, azok, akik a rácson kívül vannak, nem változtatják a hangulatukat? De még mennyire? Tehát gyakorlatilag egy teljesen, hogy mondják ezt, egy idegen szóval, hogy a társadalomban beilleszkedő viselkedéssel fognak ezek az emberek ezután rendelkezni, tehát senki nem fogja észrevenni, hogy van valami gondjuk. Na most azt ne feledjük, hogy ha nincs feloldva a konfliktus, és optikai sínre kerül, akkor újra beindulnak ezek a dolgok. Tehát a konfliktusok megoldása az még mindig alapvető történet, de elviselhetővé teszi az életet az illető számára. Innentől kezdve ezek az emberek, ha még optikai sínre is kerülnek, és hallgatják a zenét, nagyon rövid idő alatt megint kiegyensúlyozott állapotba kerülnek, és nem kell pszichofarmakonokat szedniük. Nem kell olyan vegyszereket szedniük, amitől aztán se akaratuk, se érzelmük, semmi nem lesz. És nem üveges szemmel bámulják a rácsokat a korteremből kifelé. Ez egy nagyon lényeges dolog. Mivel két konfliktusról beszélünk, ugye egyszerre fognak eljutni az epileptoid krízisbe. És ilyenkor epileptoid dupla krízisről beszélünk. Na most ez az, ami, ez az epileptoid dupla krízis az, ami arról szól, hogy a beteg teljesen elveszti az önuralmát, és akkor vagy teljesen mániákus, vagy totál depresszív lesz az illető, és az lesz fogja a fejét, meg a fülét, hogy ő ezt már nem bírja ki, és a más studentet hibáztatja, hogy ő azért van rosszabbul, mert megy ez az átkozott zene. Na most, amikor itt leállítják a dalnak a hallgatását, gyakorlatilag visszaesik a beteg abba az állapotba, ahonnan elindult. Tehát ez egy hibás lépés. Csak hogyha a környezet tudná, hogy ez 5 napig tart, és utána, ahogy Hámer doktor mondja, ismét rámosolyog a napocska, akkor ezt az 5 napot meg lehetne szervezni, és ez az ember már nem lenne utána az, aki volt azelőtt. A mágikus képességeket szeretném még egyszer említeni, és akkor már nem csak az első 4-et, hanem a folytatást is elmondanám. Épp erre akartalak kérni, hogy halljuk mind a 10-et. Nos, csak röviden tehát, megtöri minden pánik átkát azáltal, hogy megnyugtatja a beteget. Tehát a pánik ellen az egyik leghatékonyabb dolog pont a My Student and Maker-nek a hallgatása. Mert maga a pánik az egy teljesen logikátlan dolog. Tehát olyan dolgoktól félünk, ami hát
nyugodtan ezt az ember föl se fogja. És ez egy öngerjesztő folyamat, pontosan az izgalmi állapot miatt súlyosbodik a helyzet. Igen, de ennek van egy nyugtató hatása, és ezért az illető le fog nyugodni. A dal megakadályozza ugye a konfliktus recidivákat, ezért kell éjjel mindenképpen hallgatni, kivétel optikai sín. Ez a második Ez a tulajdonság, második. a Harmadik, harmadik. Hogy megállítja az aktív rákot. Nem oldja meg, de megállítja. Benyomja a satúféket. Missing link. A negyedik, hogy amint elmondtam, a kérgi konfliktusoknál letranszformálja a konfliktus aktív fázist, és ez azt jelenti, hogy a megoldásra, mire átjut, addigra már nem egy nagy konfliktus tömeget kell megoldani, és ezáltal hát tünetszegény lesz a megoldás. Ami a könyvben elrejtve van, mint olyan, és tényleg 10 mágikus képességről van szó, az, hogy Hammer doktor rájött arra, hogy minden morfium vagy más kábítószer miatt fellépő elvonási tünetet a más studenten méhen ki tud védeni. Tehát ha kap valaki morfiumot, kapott morfiumot, és most leteszi a morfiumot és hallgatja a zenét, nem lesznek elvonási tünetei. Kioltják a morfium rezgéseit a betegben levő pánikot. A más studentennel történő fájdalomterápia morfium nélkül más studentennel. Tehát amikor fájdalmunk van, a fájdalomterápiában részt vesz a más studenten méken, és csökken a fájdalom. A kortikális reuma fájdalmakat, erre még majd külön ki fogok térni, ugye konfliktus aktív fázisban levő csonthártya idegháló fájdalomról van szó, képes gyorsan csökkenteni a reumás fájdalmakat. Aztán a negyedik mágikus képessége az, hogy kitolja az öregedést, vagyis az Alzheimert, demenciát, agyvérzést, Parkinson-kor, különböző bénulásokat jelentős mértékben tudja javítani, sőt, teljesen meg is tudja szüntetni. Itt azért olyan betegekről beszélünk, akik már hát évek óta egy bizonyos állapotban szenvednek. A más studentem méken az agyi ödémát jobban megoldja, mint a kortizon. Ez valami döbbenetes. Ez valami döbbenetes, ugye ne feledjük, hogy a megoldási szakaszban, illetve a magányosság létezés konfliktusában hatalmas agyi ödéma alakul ki, amit ugye agydaganatnak neveznek, és fejfájással és viselkedészavarral és az agyi nyomásfokozódás minden tünetét fogjuk a betegen tapasztalni. De azt a folyadékot, ami ott pluszban van, a más studenten méken jobban kinyomja, mint a kortizon. Ez döbbenetes. Aztán végre azt mondja Hammer doktor, hogy van egy csodálatos segítség a kezünkben minden úgynevezett csontfájdalom ellen. És ezt a következőkben szeretném kifejteni, csak hogy az előbb említett reumás fájdalomra utaljak, kezdjük a csonthártyának a fantomfájdalmával. Ugye ilyenkor a DHS maga konfliktus az, hogy brutális elválasztási konfliktus tapasztal valaki egy fájdalom miatt, vagy másnak okozott fájdalom miatt. A csonthártyában tapasztalt fájdalomról beszélünk. A konfliktus aktív szakasz azt jelenti, mivel itt ősszáj nyálkahártya szerint működő laphámról van szó, hogy hidegnek fogjuk érezni a végtagot, és szúró, széterjedő fájdalmat érzünk. Ez az a fájdalom, ami konfliktus aktív szakaszban fáj, épp úgy, mint az angina, vagy a gyomor kisgörbületének a fekélyesedése, stb. Stb. Mivel ősszáj nyálkahártya szerint működik a csonthártya. A durva, brutális elválasztási konfliktus viszont a felhámot is érinti, a külső bőrt, az viszont ugye kültakaró séma szerint működik, ezért ez konfliktus aktív fázisban érzéketlen lesz, zsibbat lesz, hűvös lesz, és ez a neurodermitis. Tehát hűvösnek érzem a bőrömet, hidegnek érzem a végtagomat, és közben mélyen a csontomon egy szúró, széterjedő fájdalmat érzek. Ez a széterjedő, ez a reuma. Ugye folyik, széterjed, mint mikor kijöntök egy
egy pohár vizet ad padlóra, és az ott széterjed rajta. A megoldási szakasz megfordítja a tüneteket, az érzéscsökkenés a csonthártyában megtörténik, de fokozódik az érzékenység a bőrben, tehát még mindig fáj. Már fájt konfliktus aktív szakaszban, ugye, a csonthártya, megoldásban fáj a bőr, epileptoid krízisben megint a csonthártya fáj, érzéketlen a bőr, és jön a szindróma, magányos vagyok, mert ez, ahogy nekem fáj, úgy senkinek sem fáj. Ez erősíti a tüneteket, mert vizet hozunk be a gyógyuló szövetekbe, és ha még van egy súlyos önleértékelésem, ami megoldásban van, akkor a csontnak a visszaépülése feszíteni, megnyújtani fogja a csonthártyát, és ez újabb fájdalmat fog okozni. Na tehát itt van a reumának a pontos leírása és magyarázata. Amit Hammer doktor itt leír, azt úgy hívja, hogy csontszindróma. Más studenten nélkül, és majd megnézzük, hogy más studenten méhennel hogyan. Amint említettem, a csonthártya idegfájdalom, ugye az első részben itt van a csonthártya idegfájdalom, konfliktus aktív fázisban, itt ez fájdalmas. A csont kalcifikáció, vagyis a csontnak a visszaépítésénél tartunk, a második görbénél megoldási szakaszban van, fájdalom. A harmadik, beteszem hozzá a létkonfliktust, magányosság és létkonfliktus, ami fokozza az ödémát, és ez szintén fokozza a fájdalmat. Tehát ezt ő hármas szindrómának nevezi. De a más studenten méhennel, amint látjuk, rögtön ugye tudjuk, hogy a kérekhez tartozó laphám problémáknál ugye letranszformálódik a konfliktus tömeg, a másodiknál áttolja az epileptoid krízisen át a csontnak a rekalcifikáció, tehát a csont visszaépítés felgyorsul és átmegy a megoldás második részében, nem akad el, és láthatjuk, hogy mit jelent az, ha benyomjuk a satut. Ez az a fake missing link, leállítja a endodermális résznél, ugye a vesegyűjtő csatornánál leállítja a programot, és gyakorlatilag innentől kezdve a további víz megtakarítás, vagy víz visszafogás megszűnik, ne feledjük, hogy közben a másik két program pedig kinyomja a vizet. Tehát ez a hármas szindróma megoldása. A más studenten méhennél valami gyönyörű, és ezekkel a grafikus magyarázatokkal szerintem mindenki számára érthetővé tette Hammer doktor. Na most azért ugye említettem, hogy van a megalomán konstelláció, amikor valaki az önleértékelést mind anyagyerek, mind partner oldalon megéli. Nyilvánvaló, hogy amikor hallgatjuk a más studenten méhent ilyen esetben, akkor itt is lesz egy ötnapos, ahogy Hammer doktor írja, bestiális epileptoid krízis csontfájdalommal. Tehát ez öt nap nagyon-nagyon kemény csontfájdalmat jelent, amikor viszont nem szabad, semmiképpen nem szabad morfiumot adni az illetőnek, több beteg megpróbálta és bele is halt. Pedig mondta Hammer doktor neki, hogy értse meg, hogy most nem. És nem hitték neki. Szóval az epileptikus dupla krízis a narancssárga mezőben, az új mezodermában, amikor visszaépítjük ugye a csontjainkat, mit tudom én, a jobb vállam és a bal csipőm, és a jobb térdem, tehát akinek két oldali a csontfájdalma, az a más studentem méken hallgatásával megélhet egy ötnapos, nagyon fokozott, fájdalmas időszakot, de tudnunk kell, hogy csupán öt napról van szó, tudom, hogy mettől meddig tart, és ha nem magányosan élem ezt meg, ami ugye tovább fokozza a fájdalmat, hanem valaki ott van mellettem,
akkor gyakorlatilag az 5 nap után minden, de minden rendeződik, minden további tünet, hát hogy is mondjam, leenyhül és megoldódik. Amikor a csontfájdalom féloldali, tehát nem konstellált állapotról beszélünk, akkor ugye tudjuk, hogy a konfliktus aktív fázisban nincsen fájdalom, de ha itt betesszük a Mastodont-hemlékent, akkor leállítja a további csontlebontást. Tehát ilyenkor ugye mik a tünetek? Az anémia, a leukopénia és a trombopénia. A konfliktus megoldása után a beteg biztos, hogy csak a biológiailag feltétlenül szükséges fájdalmakat kell, hogy elviselje, mert hogy ugye ennek a programnak az a célja, hogy erősebbet építsünk vissza, mint ami volt. Az exudatív fázis kezdetével, ha ugye akkor kezdjük hallgatni, amikor fáj, akkor itt az lesz, hogy nem fogja megengedni a Mastodont-hemlékén, hogy konfliktus recidivákat éljünk meg, és elakadjon a gyógyulás, vagyis a megoldási szakasz az exudatív fázisba, hanem át fogja tolni azt a hegesedési fázisba, de ne feledjük, hogy ennek az egésznek a biológiai értelme az, hogy itt termelődik az a méz, az a csontszövet, amellyel a hegesedési fázisban megerősödik a csont. Tehát itt ennek kell legyen egy kifutási ideje, de amint mondtam, biztos, hogy csak a biológiailag feltétlenül szükséges időt fogjuk ezt megélni, és az itteni fájdalmakat nyilvánvaló csökkent szinten elviselni. A betegnek tehát az értelmes biológiai különprogram által meghatározott fájdalomnak az idejét ki kell bírnia. Ezzel tisztában kell lenni, de most kérdezem én, 5 nap fájdalom, vagy 5 év folyamatos fájdalom? Nyilván az 5 nap. Hát nyilván az 5 nap, és ha tudjuk, hogy a fájdalomnak van egy határideje, és tudjuk, hogy az az értelme, hogy ez alatt az idő alatt nem mozog el, mert kedves gazdám, dolgozok, és most azt a csontot, amit te lebontottál tudatlanul, azt én most visszaépítem, akkor nyilvánvaló, hogy látjuk az értelmét. Leírta a Hammer doktor, hogy olyan beteg, aki morfiumot alkalmaztak, és mondta neki, hogy figyeljen ide, még van 2 hete, és megszűnik a fájdalma. A beteg a következő naptól nem engedte a morfiumot magának beadatni, mert hát doktor úr, azt mondta Hammernek, hogyha ez tényleg 2 hétig tart és befejeződik, akkor nekem nem kell semmilyen fájdalomcsillapító. Ugye akkor még a Mastodont-hemlékén még nem volt műsoron. Csak annyit tudott Hammer, hogy ezek a dolgok hogyan zajlanak le Mastodont-hemlékén nélkül, de Mastodont-hemlékénnel teljesen másképpen. Tehát az exudatív fázis normális esetben maximálisan 2 hónapig tart, maximálisan. Nagyon súlyos esetekben 3 hónapig. De a legtöbb esetben ennél sokkal rövidebb idő alatt megoldódik. A kérdés csak az, hogy hajlandók vagyunk-e egy olyan módszert alkalmazni, ami a biológiánkat segíti a gyógyulásba és lezárja a folyamatot, vagy kapkodunk mindenféle fájdalom csillapító után, és innentől kezdve az egész történet, hát mondjam azt, hogy vége láthatatlan. A Hammer doktornak az eskütételt helyettesítő nyilatkozatát szeretném felolvasni, mert azért van idézőjelbe téve, mert szó szerint így írta. Kedves betegeim, ma egy isteni ajándékot adok nektek a Mastodont-hemlékén, az ősi archaikus dallamot, amit ingyenesen le lehet tölteni, hogy minden beteg élvezhesse ezt az isteni ajándékot az archaikus melódiák könyvből. A Mastodont-hemlékén szövegének és dallamának szerzőjeként minden betegemnek át szeretném ajándékba nyújtani ezt a mágikus erejű dalt, és megtiltom az eredeti dal bármiféle megváltoztatását,
amit én személyesen szentnek és gyógyítónak tekintek, és megtiltom azzal bárminemű kereskedelmi értékesítését. Nos, ne feledjük, hogy Hammer doktor ingyen gyógyította a betegeket. És Hammer doktor ezt a dalt ingyen tette föl az internetre is. Több mint 500 000 letöltés volt azóta, és a weblapjáról ez a dallam most már hát térítés ellenében hozzáférhető, kizárólag személyes használatra, így van felírva a könyvében is, ott van a sandefjorduniversity.com weblapnak a címe. Gyakorlatilag nagyon lényeges, hogy az eredeti Hammeri dalt hallgassuk, hiszen mindent megpróbáltak ennek elferdítésére, pont azért, hogy nem működjön. Rengeteg probléma volt olyan kórus találni, aki ezt úgy énekelte el, ahogy ezt ő szerette volna. Az előbb lejátszott verzió az Hammer doktor hangja és Gordonka kísérete. A könyvben külön kitér arra, hogy mennyire fontos a 432-es A hangnak a használata, és nem a 440-esé, és mennyire fontos az emberi hang, hiszen arra is volt próbálkozás, hogy mi lenne, ha csak a dallam menne és szöveg nélkül, és bármilyen nemzetiségű is valaki, a német nyelvű szöveget, így ahogy Hammer doktor énekli, ha hallgatja, az tökéletesen hatni fog, nem kell tőle, hogy mondjam, idegenkedni, mert nem kell megértenünk magát a szövegnek az üzenetét, sokkal magasabb szinten hatnak ezek a dolgok, mint azt mi elképzelnénk. Hammer doktor ebben a könyvben azt is leírja, hogy az ideális kórház, jobban mondva gyógyház, hogyan fog működni a germán gyógyászatban. Igen, gyógyházat szeretnénk, és nem kórházat. Mi megben mennél belék a nagyobb bizalommal, ha az van kírva, hogy kórház, vagy hogy gyógyház? Hát nyilván a gyógyházat mindenki gyógyulni megy egy ilyen helyre, és nem, hogy egyéb kórságokat kapjon el. És vagy betegebben jöjjön haza, mint ahogyan bement. Igen, meg azt a programot, azt a tünetet, amit egy ilyen helyen kezelnek, azt nem kórnak és valami rossznak gondolni, hanem egy értelmes biológiai hát külön az programként kezelni. Ez az. Érzelmileg is megközelíteni ezt a történetet, egyértelmű, hát hogy egy gyógyházba mennék. No. Hát azon leszünk, hogy gyógyházak legyenek a kórházak helyett, és egy nagyon emberséges medicináról és terápiáról álmodott Hammer doktor, ami személy intenzív. Ez azt jelenti, hogy minden a beteg körül forog, minden a betegért történik, és minden olyan eljárás, ami a hasznára van, és nem árt neki, ugye nyílószere, azt bevethető, és kezdve a hideg-meleg borogatások, bedörzsölésektől, egészen a masszázsig, talpmasszázs, autogén tréning, és bizonyos esetekben akupunktúra. Erről az autogén tréningről tudsz valamit mondani, Réka? Nagyon sokat tudnék mondani, nem hiszem, hogy az adásidő most megengedi. Ez egy relaxációs gyakorlat sorozat, amelyet mindenki önmagának tud elvégezni, nem igényel külön felkészülést, nyilván az elsajátítás után erre bárki képes, azért is autogén, tehát én magamnak tudok egy relaxált állapotot létrehozni, ez az én egyik kedvenc módszerem is, hiszen egy izomlazító terápiának vagy tréningnek lehetne megfogalmazni, rengeteg mágikus hatása van ennek is, hiszen az ellazult test az teljesen másképp kezeli a problémákat. Én kipróbáltam az autogén tréninget önmagamon, és nagyon érdekes, hogy a konfliktus aktív szakaszból
ezzel a lazulással, milyen könnyen át tudtam billenni egy adott helyzetben a megoldásba, de ez csak a személyes tapasztalatom. Hát ez mi olyan dolog, hogy mindenkinek meg kell Így tapasztalnia, van, és akkor... ha oda tudok figyelni arra, hogy a problémák távol kerülnek tőlem, akkor nem engedek magam fölé növekedni semmilyen konfliktust. Ez is már elősegíti ennek a konfliktusnak a megoldását, és csak dicsérni tudnám hosszas ideig. Ez szintén egy olyan módszer, ami bárki által elsajátítható, és bárkinek működik. Nagyon köszönjük ezt a rövid és tömör összefoglalást. Ugye Hammer doktor itt leírja, hogy a klinika saját termálmedencéjében történő úszás természetesen 0,9%-os fiziológiás sóoldatba, vagyis 100 liter vízbe teszünk 900 g konyhasót, és ez gyakorlatilag az a sóoldat, ami az őstengernek a sóoldata volt, ez a fiziológiás sóoldat, ugye, és ebben való úszás a biológiánkat emlékezteti arra, hogy nincs egyedül, ugye Igen. a magányosság egyik fajta megoldása, de gyakorlatilag a nevető szoba, nevető kabinet az, ahol mindenki a vidámsággal van elfoglalva, sőt, akiket nem lehet oda bevinni, azok képernyőn követhetnék, hogy mi történik ott. És hát ha a beteg ugye nem félelemben van ott, mert tudja, hogy éppen gyógyul, nem egyedül van ott, mert körbeveszik. Minden, ő a karmestere gyakorlatilag a gyógyulásának. Azért írja Hammer, hogy a beteg paradicsomi királynak vagy királynőnek érezze magát. Ez azért lényeges, mert innentől kezdve ebben a lelki állapotban, tartós megoldási szakaszban a biológia befejezi azt, ami a feladata. És ne feledjük, a Hammeri zene, vagyis ez a Maestro Dentem Méhen archaikus dallam mindenütt szól, akkor a konfliktus recidívák sem fognak megtörténni, éjszakai államban, sem nappal, és ha azt is leírja a Hammer doktor, hogyha hát az ilyen elárvult gyerekek, illetve hát viselkedési zavarok miatt intézetbe zárt gyerekek hallhatnák ezt a csodálatos dallamot éjjel-nappal, és nem gyógyszereket kapnának, ezek a gyerekek az 5 napos dupla krízis után megszelidített bárányok mehetnének haza. Ugyanezt kellene a pszichiátriai osztályokon is szóljon éjjel-nappal, és nem kényszerzubbonnyal és gyógyszerekkel, hát hogy mondjam, kíméletlenül kezelni ezeket az embereket, hanem hozzásegíteni őket valóban a gyógyuláshoz egy egyensúlyi állapotnak a létrejöttéhez, és ebben semmi, de semmi még nem tudott akkorát alkotni az egész pszichiátriában, mint a Maestro Dentem Méhen.